Sziasztok! Üdvözlök minden kedves nézőt, itt vagyunk egy újabb démon portálos, vagyis hát nem is ez az igazi neve, hanem hogy démonok portálja, így helyes, így nevezzük nevén. Tehát itt vagyunk egy újabb résszel, és akkor először is kezdjük el a C-ben, amit láthatjátok, hogy az utolsó rész eltelte óta már ütöttünk egyet, és itt vagyunk ennél, az ötödik szintnél, és még mindig van neki 5% HP-ja, hát sajnos rajtam van most a sor. Ezt az 5%-ot nekem kell leütnöm róla, ez iszonyat kevés, ahogy nézegettem, itt elég sokakat csaptak le mások, szóval nem tudom, hogy most ha ezt leütöm, ezt az 5%-ot, akkor utána kapásból nekiáll-e a következőnek, vagy pedig megadja ugye ezt a szintet, és akkor én többet nem is támadhatok már. Na, majd mindjárt kiderül. Akkor lépjünk is be. Enter. Piff, neki első támadás crit volt. Piff a második. És már láthatjátok, hogy nincs sok HP-ja. Viszont a kitartás az elég szép. Szintén egy harcossal van dolgunk, most is. Na, meg a végén megüt engem, nagyon megüt. Hát ezt nem fogom lecsapni, pedig azt hittem. Mondom, ezt az 5%-ot én már röhögve itt lecsapom róla. Erre most nem. Most alig ütöttem rá valamit, és még mindig maradt szerintem egy 2% HP-ja. Egyetlen 1% maradt neki, na. Az fail. Nem baj, még van itt nekünk ugye kazanatákon belül a saját démoni portálunk, azt viszont meg kell nézni, hogy igen, láthatjátok, hogy 4%-on van a sebzés plusz bónuszunk, és 1%-on ugye a saját démoni portálunk, mivel egyet csaptunk még ki belőle, és most pedig a következőt meg fogjuk nézni. Na nézzük, támadjuk be a második szintjét, itt már egy 206-os, ugyanúgy harcossal van dolgunk. Nem akar rá. Na, azért kritet ütött végre. Ott a következő. Így négy gyönyörű szép 10 milliós kritet rácsapott itt a végén. És kapásban meg is lett ez a szint is. Hát ez még nem volt nehéz, egyáltalán nem volt nehéz számunkra, amint láthattátok. A következő pedig ő lesz az. Ugye teljes 100%-os HP-val fog indulni. És neki pedig egyetlen 1% HP maradt ennek a kecskének. Ugye az kecske, mondom én. Itt is még mindig az első fejezetnél tartunk. És az ötödik szörnyénél. Tehát akkor sajnos ennyi lett volna, nem sikerült sokat csapkodni. Ugye itt az előző CS videóban, amikor neki láttunk ebben a démoni portálnak, akkor nagyon szépeket ütöttem, most viszont egyáltalán nem. Nagyon gyatra volt most itt a teljesítmény, 1%-nál meg is állt a HP-ja, nevetséges. De hát még vannak itt emberkék mögöttem páran, akik még pont. Remi, ő még fönn van jelenleg, és ő nem is támadta be még a démont. Na, majd kiderül, lehet, hogy most ő be fogja támadni, és akkor tovább is lépünk a hatodik szörnyre. Minden esetre egyenre még mindig 1%-on van. Amint láthatjátok, hogy nőtt egy plusz 1%-ot, tehát 2%-os van most már. Hát nem valami sok. Egyenlőre ugye még így nem sok, viszont hogyha már ilyen nagyobb százalékunk lesz, 10-20, az már azért érni fog valamit. Főként a harcosoknál lehet észrevenni, hogy ott dob a HP-n rendesen. Ugye harcosoknak rengeteg HP-juk van, nekem viszont, nekem van a legkevesebb, mivel mágus vagyok, nekem sokkal kevesebb HP-n van, mint a többieknek. De azért így sem lehet rá panasz, mert így is megvan 5,6 milla, azért szép ez is bőven. Tehát akkor köszönöm szépen a figyelmet, a jövőben egyelőre még nem tudom, hogy hogyan lesz, lehetséges az is, hogy úgy fogom megoldani az egészet, hogy több csatát föl fogok venni, majd pedig ezeket így egy videóba összegyűrni, mivel hogy naponta egyet tudok ugye támadni, sajnálatomra, és
minden nap fölvenni, meg minden nap föltölteni azért kicsit macerás lenne. És azért nincs annyi időm nekem se. Nem minden nap van annyi időm, mondjuk úgy. Tehát lehet, hogy az elkövetkezendő videók azok úgy fognak megvalósulni, hogy így össze lesznek nyomva. Tehát egy videóba akár több harc is benne fog lenni. Mivel most is láthatjátok, hogy ilyen 3 percig tartott az egész, nem volt nagy mizéria vele, nem úgy, mint a toronynál, ugye ott be tudom támadni többször is. Ha szeretném, most még mindig ugyanott tartunk, ugye. Igen, 75-ösnél, sajnos. Tehát akkor ennyit a jövőről, majd még kiderül, de hamarosan lesz tornyos videó is. Szóval köszönöm szépen nektek a figyelmet, és ne felejtsétek el, aki még nem tette volna még meg, az mindenképpen iratkozzon fel a csatornámra, hogyha pedig tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, én Ramon voltam, sziasztok!